Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint telefon unboxing következik, méghozzá egy Meizu MX4-es unboxing. A doboz felső részén csak egy egyszerű MX4 felirat található, az egyik oldalán a Meizu név, másik oldalt semmi, másik oldalt ugyancsak semmi, következő oldalán se semmi, hátoldalán semmi különlegesség. Na lássuk magát a dobozt, tehát ez így nyílik fel. Benne egy garancia papír, magyar nyelvű is, illetve egy rövid útmutató, ez is van magyar nyelven is, semmi különleges. Benne, ami automatikusan egy töltőfej, hála Istennek európai szabvány, ezen is Meizu felirat köszön vissza. Utána pedig egy ilyen kis könyvecske feelinges, ugyancsak MX4-et ír rajta, ezt kinyitjuk, itt írja, hogy More than Better. Kinyitjuk tovább, a telefonról rövid leírás, semmi különleges, illetve a kamerát nagyon istenítik, mivel ebbe egy 20,7 megapixeles Sony kamera van, 0,3 másodperc alatt, hogy mondják, a fókuszál, illetve maga az operációs rendszer, ami ugye bár Android, de átalakított Flyme néven, ez egy flat designos cucc, és maga a telefon, ami vannak az előlapon, maga a felirat leírja, fent van egy mikrofon, egy speaker, mikrofon, maga a speaker, power key, bal oldalt vannak a hangerőszabályzók, illetve lent van maga egyetlen egy gomb van rajta, illetve lent is van egy mikrofon, ezt majd múlja, ilyen gesztusvezérléses az egész. Ezt ha tovább nyitjuk, jobban oda kivesszük. Semmi különlegesség, itt van benne az USB, hosszabbító, kábel, töltő, adattárolásra, illetve írja, hogy mikrofon, vagyis fülhallgatót ez nem tartalmaz, szóval az egész dobozban csupán ennyi szerepel, tehát ez minket nem is érdekel, a könyvek se, lássuk magát a telefont. Kivesszük, ezt kiborítjuk. Ez egy alumínium keretes telefon, hátoldalán, tehát ennek levéhető a hátoldala, viszont az akkumulátor nem kivehető. Fent van a maga a kábel, egy jack dugó, nagyon vékony egyébként, illetve ami szép az egészből, hogy sehol semmilyen specifikációról nincs a saját magáról a telefonról, de ezt tudjuk, hogy egy 8 magos telefon, 4x4 mag, 2 giga RAM-mal, 20,7 megapixeles kamerával, 3100 mAh akkumulátorral, és körülbelül ennyi, ami a lényeg. Na, hát be is indítjuk, reméljük van benne elég áram, be is indult, a szemfóliát levesszük róla, és már gyönyörűen látszik is a rendszer, ki is írja Flyme, mivel ez egy ilyen nagyon szépen átalakított Android rendszer, aminek nagyon örülünk, és már világít is középen a kis gomb, ami szerintem nagyon pofás. Itt startból van mindenféle nyelv, de alapértelmezett az angol. Keresünk magyar nyelvet, ami úgy tűnik, hogy nincs. Nem baj, de van magyar nyelv is. Na, akkor magyar nyelven fogunk tovább. Következő. Itt keresi a wifi-t, ezt most kihagyjuk. És kezdőszintű segélet alkalmazás kész. És már használható is a rendszer. Bővebb bemutató, erről majd később érkezik magáról a rendszerről, ez csak egy unboxing videó volt. Illetve még emellé érkezett nekünk egy Plantronics Explorer 10-es Bluetooth-os headset, amiről, hogyha kértek véleményt, illetve unboxingot, akkor erről is lesz. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!